Azon gondolkodtam, hogy egyszer talán legenda lesz arról, hogy három fiatal a karcagi pusztáról hogyan indult el, és jutott el a magyar képzőművészet legmagasabb csúcsaihoz. Milyen útravalót kaptatok örökségül a szülői házban? Azt hiszem elsősorban a szabadságot, hisz azt mondják, karcag már ott van, ahol már nincsen semmi, annak, aki nem lát bele. De aki belelát a pusztába, fantasztikus dolgokat lehetett ott megtapasztalni gyerekkorunkban. Láttuk a déli bábot, láttuk a ménesek rohanásától kezdve, hisz apám csikós volt, és több száz lóval bánt, anyám ma ketten vigyáztak a lovakra, és mi gyerekek persze ott voltunk mindig, és elsősorban a szabadságot úgy értem, hogy volt egy Bogár nevű hátas lovunk, ez a Bogár egy korom fekete ló volt, egy arab lónak és egy angol telivérnek lehetett a keveréke, kicsi kis huszárló volt, egy családtag, és én gyerekkoromban emlékszem rá, hogy a legszebb élményem, hisz bemertem menni a ménesek közé. Ez a hátasló olyan volt, hogy behajította az első lábát, oda mentem, megfogtam a sörényét, és felugrottam a hátára, és akkor gyerünk. És ez volt a szabadság. És egyszer megkérdeztem apámat, hogy meddig mehetek el. És apám azt mondta, horizontig. Na most a horizont karcagon az, hiába vágtattam, mindig távolabb volt. Tehát nem kerültem hozzá közelebb. És talán még most is ezt a horizontot kergetem. Tehát ez nekem a szabadság, hogy elérjem. Talán a révbe érek, egyszer elérem, nem tudom, de ez mindig megmaradt bennem, ez az élmény. És valahogy a puszta olyan volt, hogy sárba rajzoltunk, porba rajzoltunk, állatok között éltünk, emberek szeretetét tapasztaltuk meg, és szerintem mindent megkaptunk a szülőktől. De elsősorban becsületet. Mert ugye Rodin is azt mondta, hogy előbb embernek kell lenni, és aztán leszünk művészek. És ez a becsület szerintem a legfontosabb dolog egy művész szemszögéből. Mindig, ha gyerekek is jönnek hozzám ide néha műterembe, mindig arról beszélek nekik a szabadságról. És ez a szabadság az a rajzolásnál kezdődik. Ez egy ABC. A mi ABC-nk a rajz. Ugye, ha azt mondom fekete zongora, akkor arra jut eszembe. A kőbe megkövesült csigaház, Radnóti. A rajz viszont úgy a szavak nyelve, hogy rajzon keresztül érzelmeket tudsz kifejezni. Ez az ABC-nk. És minden nap skáláznunk kell ahhoz, hogy koncertet tudjunk adni. Tehát minden nap rajzolni kell, csinálni kell valamit. És ez a szabadság. Hisz ha bármit le tudok rajzolni, akkor én teljesen szabad ember vagyok, és azt csinálok, amit akarok. A rajz által megtanulja az ember az ABC-t, bármire képes. Hisz a plasztika, az 10 000 rajzból áll. Vegyünk egy legegyszerűbb dolgot, csinálunk egy portrét. Ha mintázunk egy portrét, akkor rajzolunk, térbe rajzolunk. Forgatom a fejet körbe, és minden szögletét megrajzolom. És így alakítom ki a teret, a mélységeket. Csak én már sokat csináltam, ha így mintázok, én már a hátulját is tudom rajzolni. József Attila azt mondja, hogy a mindenséggel mérd magad. Te neked hogyan sikerült eleget tenni ennek a követelménynek? Küzdök a mindenséggel, hisz én nem születtem zseninek. Tehát, amit beszéltünk, egy egyszerű csikós család gyermeke vagyok.
Talán az indítás nálunk Sándor volt, a bátyám idősebb 9 évvel. Ő járt szakközépiskola, képzőművészeti főiskola. Talán őt láttuk először rajzolni, és mi kisebbek, olyan, nekünk olyan természetes volt. Én úgy vagyok, mint Cézanne, hogy egyik téglát a másikra teszem. Én nagyon, nagyon dolgos ember vagyok, ezt mondták mindig rólam. Ha gyerekkoromban, ha szénát kellett hányni, vagy akármit csinálni, én mindig dolgoztam, én mindig csináltam valamit. És úgy gondolom, a munka meghozta a gyümölcsét, hisz nagyon sok energia, idő van abban, hogy az ember valamit megcsináljon. Zsenik ritkán születnek, 500 évente, Michelangelo, Rodin, közte nincs is szobrászatban, alig van olyan, aki ilyen szinten ugrik ki. A többi is egyik téglát rakta a másikra, és így építette fel a házat. De a lényeg az, hogy megtanultuk otthon, hogy milyen alapot kell csinálni. Ez nagyon fontos. És fontos, a gyökerek azért fontosak az identitás tudatunk miatt, hogy mennyire vagyunk önmagunk, és mennyire akarunk másnak látszani. Én nem akarok másnak látszani. Tehát felőlem a stílusok jönnek, mennek, tudomásul veszem, tudok mindenről, hisz a vidék azért jó, nem olyan, mint Budapest, hogy nem lát az ember önmagánál tovább, mert annyi minden van együtt. Én itt vidéken rálátok mindenre, és csak oda megyek el már, amit érdemes megnézni. És érdemes magamba szívni. És úgy gondolom, hogy minél jobban idősödöm, annál tapasztaltabb leszek, annál már csak azt mutatom meg, amit tudok a világ fele. Közben küzdök, tehát vannak dolgok, hogy feladom magamnak a leckét és izzad a homlokom, de az ügyes ember szerintem nem mutatja meg azt, amit nem tud. Azt mutatja meg, amit tud. Vannak-e említésre méltó mestereid? Annak idején, amikor a képzőművészeti szakközépiskolába kerültem, akkor Csíkszentmihályi Robi osztályába kerültem is. Igazán ő tanított meg rajzolni. Borbás Tibinél hát már elsőbe ugye, aktot mintáztunk. Legalábbis nekem megengedte. Tehát a szabadság és az, hogy hogyan közelítsünk a plasztika felé. Tibor egy rodani tehetség volt, tehát Sándor bátyámat is tanította, tehát ő jól ismerte a családot. Ő volt az első, aki plasztikai gondolkozásmódomat befolyásolta. Utána estére kerültem a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ott Rátonyi József volt a mesterem. Jóska egy virtuóz szobrász, tehát lehet, hogy nincs is nála Magyarországon virtuózabb szobrász, fantasztikusan tudott mintázni, bravúrosan. És nagyon sokat tanultam tőle. Ugye, mikor egy portrét mintáztunk, egy sztorit mesélek el, hogy hát azt jelenti, hogy ne frontális legyen, a frontális szó azt jelenti, hogy ne sík legyen például egy portré. Ugye nem tere legyen, hogy hátulról egy portrét, innen is lássuk a szemét. A szemcsontról, ha nézzük, innen lássuk vissza, és Jóska ment mindenkinek a portrével, fával így mindenkinek így vágta hátra a pofacsontokat, hogy térbe a formaválasztó vonal ugye az minél hátrább kerüljön egy portrénál, és mindenkinek megy, jön hozzám, mint már húzná, és megállt a mintázóval. Nem tudott egy szót se szólni, ment tovább. Rájöttem, hogy valamit megtanultam. Utána engem elkezdtek kis Rátonyinak hívni. Ez a mintázás, meg kell küzdenem azért, hogy Győrfi Lajos legyek. És fantasztikus, sokat tanultam. Rengeteg 32 köztéri szobrát raktam föl Rátonyi Jóskának a műtermébe. Tehát megtanultam nagy szobrokat csinálni, nála tanultam meg heggeszteni például. Tehát nagyon sok mindent tanultam tőle, és életem legszebb élménye volt, harmadjára vettek fel a főiskolára, hát amikor Borsos Miklóshoz kerültem. Hát ő egy egyetemes szellemi mester volt, fantasztikus. Most volt kiállításom Csomafalván, halálának, születésének 110. évfordulóján Borsos Múzeumban. És mint tanítvány úgy emlékeztek meg Csomafalván Borsos Miklósról, hogy általam idéztük fel a mestert. Vele ünnep volt minden nap. Ezt a szószoros értelmében értem, hisz mi voltunk 20 évesek, tegeződtünk, vagy Miklós bácsinak szólítottuk, vagy mesternek. És soha nem nyúlt bele a munkánkba. Hanem
ha volt egy probléma valami munkánál, akkor mesélt a nagyokról. Mesélt Henry Moore-ról, Manzurról, Giacomettiről, bárkiről, vagy a görögökről, hogy hogyan oldották meg ezt a problémát. És magunktól jöttünk rá, és magunktól jövünk rá valamire, vagy magunk oldjuk meg, azután úgy belénk épül, és olyan természetes utána, hogy szinte nem is kell gondolkozni már, ha egyszer rájössz valamire, hogy csinálja az ember, és benne van az ujjában, nem az ujjában, az egész énjében van benne, és az olyan lesz, amilyet akarok. Egy jó szobrásznak milyen képességekkel kell rendelkezni? Hát lelke legyen. Legyen gyerekkora és legyen rálátása dolgokkal. A suta szobrász, vannak suta szobrászok, és Bokros Birmantól kezdve. Még talán Borsos is az volt. Medgyesi is suta volt. A sutát ezt pozitívan értem, hisz ők ezzel pozitív erényeiket hozták ki magukból. Michelangelo, Rodin, Stróba Lajos, Zala György, Fadrusz, ők nem voltak suták. Ők teljesen bravúrosak voltak. De Borsosnál ez a pozitív értelmű sutaság olyan lelket hozott ki a szobraiba, tehát ő nem anatómiaszerűen mintázott, hanem ő a lelkét mintázta meg saját magának. Önarcképe minden szobor, ugyanez Medgyesinél is ugyanez van. Ők nem tudtak Michelangelo Rodin értelemben anatómiai szobrot csinálni. Azt mondja Borsos, hogy hát tudjuk mi az anatómiát. Ugye is van egy szőlővívők szobra, fantasztikus. Két paraszt bácsi, iószínűleg nagy fürtőt visz, egy régi, régi, több száz éves grafikáról készült valószínű. És ott mondja, hogy tudjuk mi az anatómiát, és ha megnézzük anatómiai szempontból a szobrot, hát úgy elképed az ember rajta, hisz a egyik feneke cimpájából jön ki a másik lába. Ugye, tehát valahogy olyan, de olyan őszinteség van benne, hogy azt egy bravúros szobrász nem tudja megcsinálni. A bravúros szobrász az ragaszkodik a valósághoz, valamelyest átírja, ugye, ahogy Michelangelo átírt a Rodinnál, el túlozza a dolgokat. Ha ki akarunk emelni valamit, akkor el kell túlozni. Én valószínűleg ezt a lélek dolgot, ezt Borsostól tanultam. Valaminek lenni kell az embernek önmagában is, mert ezt nem lehet megtanulni. De ha ő nincs, akkor valószínűleg más irányba megyek el. Akkor lehet, hogy nagyon maníros, rutinos lesz, nem tudom. Tehát akkor elmegyek, biztos nem figyelek annyira a kifejezésekre valószínűleg, az érzelmi dolgoknál. Én nagyon figurális vagyok, tehát ízig-vérig figurális szobrász vagyok, és én ezt nem is szégyellem. Tehát én ez voltam, ez lettem, egyik téglát rakom a másikra. Úgy gondolom, hogy egyre jobb portrékat tudok csinálni, egyre jobb figurákat csinálok, ahogy megyek a korba. Modernizmusról az furcsa, mert Cézanne se akart modern lenni, mégis ő lett az atya a modernizmusnak. Cézanne fölvetette a dolgot, és nem is fejezte be a munkáit. Engedett, hogy a néző tegyen hozzá az övéből egy picit. És ezáltal lett modern, és ezáltal lett Cézanne. És ez lett a festészet atya ilyen értelemben. De benne van a festészetében az összes múlt, minden benne van. Csak nem zárta le a formákat, nem zárt le mindent. És mi a 20.-21. század, én is úgy vagyok, hogy én szeretek flottul, lazán mintázni. Ez egy lónak a nyakát, mikor mintázom, vagy akármilyen részét, bronzban úgy rezeg a bronz. A nagy formákat megfeszíti az ember, de belső részek, az, hogy ne legyen olyan nagyon sima, ne legyen unalmas a felület, az olyan, mint egy ilyen Rembrandti öreg kép. Rembrandt öreg korában, hogy festett, már remegett a keze is. A bronznál is el lehet érni ezeket a fantasztikus hatásokat, és
úgy gondolom, hogy ez a mi világunkban, ez vagyok én, figurálisan, témáimban a gyerekkorom. Az a hazaszeretetem, amit apám belénk nevelt, az a környezet, amiben élek, éltem, szerelem, a minden beletartozik abba, hogy egy szobrot csinálj az ember. A művészeted látványosan a köztéri szobrászatban bontakozott ki. Beszélj nekem néhány kiemelkedő alkotásodról, amit ilyen szempontból te különösen fontosnak tartasz. Elég sok szobrot csináltam, mind az én gyermekem, úgyhogy nehéz választani. A leghíresebb talán a Korvin közi pesti srác. Jancsika szobrom, Pongrász Gergely rendelte tőlem. Az egy hét alatt készült bronzöntéssel együtt, hisz a két fiam akkor ról csináltam. Ádám fiam, aki szobrász lett a kisebbik, akkor ő még kisebb volt jóval, és de általa nyertem meg a szobrot, hogy ugye egy 13 éves srácnak a ezt a kis dobtáros puskát a kezébe adjuk, akkor felnőtt lesz. És Ádám, mivel kisebb volt, Lali fogta a puskát, a nagyobbik fiam, és azért nem látod a fotón, hogy nem úgy fogja. Megfogta a kicsi, és így a hón alá csapta, így kilógott a puskatus hátul. És ezzel megnyertem a szobrot, hogy fiatal gyereket tudtam csinálni. Lovaszobrokat szerettem legjobban csinálni. Szerencsére 11 néhány életnagyságnál nagyobb szobrot is csináltam. Tehát Szent Istvánról kettőt is, Bocskairól kettőt is. De legjobban talán mégis a Párkányi lovaszobromat szeretem. Egyrészt plasztikai megoldásában is talán elhelyezésében ott tömegek vannak. Ugye Szobieszki az egy 130 kilós király volt, tehát nem semmi ember volt. És maga a csatát nem mesélem el, az túl hosszú lenne, de majdnem az életét is vesztette ott. Azt a pillanatot ábrázolja a csata helyszínén, Párkányba, amikor visszafordítja a lovát. De a csata helyszínén van, hisz a második rohamra győzték le a törököket, és belezavarták a Dunába. Ott a tervem még ugye egyenes karddal van Szobieszki, ahogy mutat előre. Mikor nagyba csináltam, hát neki rengeteg kardja volt, de hát a szabjáját az Bécsbe hagyta. És a szabjának íves a formája, a Szobieszki szabta. És hogy ezt tettem a kezébe, ugye az egész forgást meg tudtam oldani. A másik meg a kicsit a terven, még ugye a darvak 200 kilométeres távolságon északról délre vonulnak. És hát tollat kerestem a Szobieszkinek a süvegére, és a szomszédom adott nekem egy daru tollat, amit már kértek tőle múzeumban, hogy beadjam el. Ilyen gyönyörű, fantasztikus darutól volt. És azt tettem Szobieszkinek a süvegére rá, ami jóval nagyobb, mint valóságban, de viszont ezzel is teret tudtam fogni. Tehát azt a tömeget, ami a lóba, maga királyba van, ezek a szabja, ugye kecsesebb szabja a darutól, ugye ezt a nagy tömeget feloldották, és könnyeddé, szabaddá tették. Na most én általában úgy csinálok egy szobrot, hogy kollégák mondták már, hogy Györfinél már a talapzat elmeséli magát a szobrot. 48-as ágyú emlékműnél, ami a Püspöklödányi 48-as huszár emlékművem, ott például
Egy Gábor ágyú töredék, egy harci szekér töredék van faragva magába a talapzatomba, és úgy van az egész szobor kialakítva. Tehát nem szeretem a lovasszobrot, ha fölteszük egy asztalra. Ugye, akkor olyan furcsán néz ki. Ezt megoldották ugye a reneszánszba Verrocchio, Donatello Verrocchio, de ott teljesen más, mert az épületből hoztak át egy formai rendet, ugye, és arra tették rá a lovasszobrot, nem pedig egy kocka hasábra ki a park közepébe. Az nekem nagyon furcsán néz ki, és ezért szeretem a természetes köveket. A természetes kövek olyan szabadok, könnyedek. És így nem tűnik úgy ez a hatalmas szobor, hogy egy ilyen mesterkélten kitalált valami, hanem olyan természetes, hogy ott van azon a téren. Életem egyik meghatározó élménye volt az, hogy érdemes szobrot csinálni, és érdemes úgy gondolkozni, ahogy gondolkozom. A világ tudósai, magyar tudósokat is beleértve, felmérés végeztek a ló mozgásáról, a képzőművészetben hogyan ábrázolják a ló mozgását, és itt az ősembertől Leonardon keresztül Donatellóval mindenkit belevettek, aki lovasszobrot, képet, bármit csinált. És tudományosan magyarázzák a ló mikor, milyen testhelyzetben, egyensúlyban, hogyan teszi a lábát és hogyan mozog. És mindenhol találtak valami kis bökkenőt, és ugye ez egy nagyon jó érzés volt, mikor azt mondták, hogy bezzeg Győrfi Lajos Párkányi szobrának tökéletes a mozgása, mármint a szobjecki lovas szobromnak, és ez köszönöm apámnak, a gyerekkoromnak, hisz én egész fiatalságomat lóháton töltöttem, és ez visszaigazolja az is, hogy mikor kiöntöttük bronzból ezt a szobrot, három lábon függesztettük a talapzathoz. Ez egy másfél tonnás szobor minimum. És amikor simán leteszi az ember, ugye előre nem bukik a szobor, de oldalra megnyomom ujjal, ugye az azt jelenti, hogy elmozdul erre, a másik oldalt elmozdul arra. Az egyensúlyt úgy állapítom meg általában, ez egy szobornál, még egy portré szobornál is, hogy beleteszek egy szeget vagy valamit abba a középpontba, amikor én mindázom a nagy szobrot, hogy az az egyensúlynak a lényege. Ugye, és ennél a szobornál is ez volt. És ez a kedvenc szobrom. Tehát ez plasztikai értelemben is, erről beszéltem már. Szóval piszak jó érzés. Érdemes volt. Rengeteg kis plasztikád is van, érmék vannak. Gondolom ezeket is nagyon szereted. Hát először, amit beszéltünk az elején, először rajzolok. Rajz után jön minden. Érmészet, hát Borsos volt mondhatni, hogy a világ legjobb érmésze. Ő elsősorban vésett érmeket. Vésőim is vannak még, meg vannak borsos érmeim is, amiket ő csak nekünk vésett, mutatta, hogy lehet érmeket vésni. Az érem az egy kicsi kis műfaj, de nagyon, nagyon zárt, hisz egy kör alakba nagyon tömören kell fogalmazni, hogy annak plastikája legyen. És mindig a szicili gemmákat mutatta, hogy nem az a lényeg, hogy mekkora egy érem, hanem hogy milyen plastikával bírnak. És ezek a gemmák, ugye némelyik csak körömnyi. Ugye az érmek úgy születtek, hogy a kalmároknak, ugye a hajón mindig megdésmálták a rakományt. A világ első érme, amit éremnek nevezünk, az nem éremnek készült, abban egy búzakalász van vésve. Ugye kőbe kivésték negatívba búzakalász, és viaszpecsétet nyomtak a zsákra, hogy ne tudják megdésmálni, mire a végcélig ér. Tehát ez a szicíliai már így kezdődött az érmészet. Kis plasztikák általában megrendelőnek, én mindig anyagba mutatom be a tervet. Mert egy közszéri szobor
Szóval rajzba nem tudja elképzelni. És ha már azt mondom, hogy sütői mészkőből, vagy tardosi vörösből, vagy andezi, akármiből van, akkor a talapzatát is kifaragom. Tehát ezért vannak a kis terveim is megfaragva, meg a talapzatok. Megmintázom magát, a figurát, vagy a lovasszobrot rá, vagy amit éppen csinálok, és azt kicsibe bemutatom. Bronzba kiöntjük, és akkor azt bemutatom, és akkor már látja nagyba, hogy én mit akarok csinálni. A művészet az belülről jön, az bennem van. És a művészet az ezer év múlva is az lesz. És itt van valami időtlenség a művészetben, amit nem tudok megmondani, hogy mi az, hanem ha ezer év múlva megtalálnak egy szobrot, azt mondják, hogy ez igen. Tehát Borsos is így magyarázta nekünk, hogyha az öreg parasz szánt az ekével, és kifordít egy háromszöget, megnézi, hogy ha valami anyagból van, akkor földobja a platóra, majd elviszi a mélytelepre, de amúgy meg nem foglalkozik vele, mert nem érdekli. De azt mondja, ha kifordít egy lábszárat bronzból, akkor egyből szalad a közjegyzőhöz, hogy valami nagyon értékeset talált. Hisz már abból a részletből meg lehet állapítani, hogy azt a térkalácsot görögök csinálták, Michelangelo csinálta, Rodin csinálta, vagy akárki mintázta. Tehát a részletekben már benne van az egész. És én is úgy gondolom, hogy ez az időtlenség lesz, az, ha majd annak idején fönnmarad a művészet.